Már az Agyvagyőr Gyulával egy videóban szereplők is felháborodtak a volt jobbikos képviselő kijelentésein. Közben a rendőrség zaklatás alapos gyanúja miatt indított nyomozást az egykori radikális képviselő fenyegetőzése ügyében. A hatályos jogszabályok szerint akár 2 évet is kaphat a zaklató. Semmi keresni valóm nem lenne itt, semmi. Ennek ellenére itt vagyok. És egy új választási rendszerért lobbizott Gulyás Márton videójában Zagyvagyőr Gyula, a Jobbik volt országgyűlési képviselője. Ezt a videót kritizálta Varga Bíró Tamás zenész a Facebookon, ami miatt halálosan megfenyegették. Zagyva ugyanis a következőket mondta telefonon a zenésznek, idézem, kinyírunk téged is, a feleségedet és a kislányodat is. A fenyegetést egy rendőr is hallotta, mert Varga Bíró Tamás éppen a balassagyarmati rendőrségen tett feljelentést a volt jobbikos képviselő ellen. A publicista szerint Zagyvagyőr Gyula azt is mondta, idézem, büdös zsidó, hagyjuk ezt a zsidó tempót, figyelj VBT, ma este ne aludj otthon. A zenészt azóta is folyamatosan zaklatják az interneten. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezeket a fenyegetéseket én jobbára szájhősködésnek veszem. De amikor, és attól függetlenül, hogy az ügynek milyen kimenetele kezd mostanában lenni, olyan kommenteket is kap az ember, hogy rajtam már csak Auschwitz segít, az egy picikét még számomra is meglepő. De nem csak Zagyvagyőr Gyula szerepelt az ominózus videóban. Gulyás Mártonék válogatott társaságot toboroztak. Csintalan Sándor is megszólalt a felvételeken. Az MSZP egykori alelnöke, aki jelenleg televíziós műsorvezető az Echo TV híradójának, azt mondta, felháborítónak tartja az Zagyva viselkedését. Hát egyszerűen kifordul a gyomrom az ilyesmitől. Nagyon haragudni, és haragszom is különben. Vagy pontosabban nem árulnék egyébként politikai egyékényen ezzel az úriemberrel, de a remény éltet a reménytelenségben. Egy kérdésben talán egyet tudunk érteni, nevezetesen a választási rendszer és a kártékony hatásai kis hazánkra. Ennyi. Az ex-politikuson kívül számos művész is megszólalt a videóban. Ilyen például a Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész parodista Gálvölgyi János is. A művésztől szerettük volna megtudni, hogy mit szól ahhoz, hogy egy olyan személlyel szerepel a videóban, aki nyíltan zsidózott és halálosan megfenyegette kritikusát. Gálvölgyi azonban nem akart nyilatkozni. Zagyvagyőr Gyula ügyében közben már a rendőrség is vizsgálódik. A balassagyarmati rendőrkapitányság televíziónknak megerősítette, zaklatás alapos gyanúja miatt indított nyomozást. A nyomozást a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya folytatja. A BTK 222. paragrafusa szerint Zagyvagyőr Gyula akár 2 évet is kaphat.